Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az indirekt, ahol hallgatóink kérdezhetnek politikusoktól, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, ezúttal Brenner Kolomant, parlamenti képviselőt, a jobbik konzervatívok általános frakcióvezető helyettesét, a külügyi bizottsággal elnökét. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És akkor, ahogy szoktunk is, a hallgatói kérdések alapján indulunk el, aztán meglátjuk, hogy hova fogunk kiukadni. Az első kérdésünk, ami érkezett, milyen érzéssel tölti el önt, hogy gyakorlatilag mára a jobbik három fronton is harcol az egykori pártársaik ellen. Mi hazánk, Jakab Péter, Vóna Gábor politikai közössége. Én azt gondolom, hogy ővelük mi nem harcolunk, az, hogy Vona 2018-ban ellovagolt a naplementébe, ahogy ezt én meg szoktam fogalmazni, azt a jobbik konzervatívok politikai közössége azért élte meg nagyon nehezen, mert a Jobbik életeleg jobb választási eredményét ért el 2018-ban. A kedves hallgatók emlékeznek talán rá, hogy 1 millió 300 ezer ember magyar polgár szavazott a Jobbik egyéni képviselőjelöltjeire. Mi lettünk a legnagyobb ellenzéki frakció, és így tovább. Az, hogy a torockai féle szélsőséges szány kiválik ezek után, az egy logikus következménye volt a vonagábor által elindított olyan néppártosodási folyamatnak, aminek a végeredményét az gyakorlatilag 2020-ban a Jobbik elvi nyilatkozatának bemutatásával és az én országgyűlési alelnökké megválasztásommal zártuk le valamilyen formában, amiben mi definiáltuk magunkat egy euróatlanti elkötelezettségű keresztény-szociális néppártként. És azt gondolom, hogy a korábbi pártelnökünk pedig ő egy belső olyan konfliktus után távozott tőlünk, ahol ő egy olyan szélsőséges retorikába, liberális retorikába átcsúszott, és az ő útja ugye egyenes út a Gyurcsány Ferenc féle dk vezet, tehát nekünk velük nincs semmilyen olyan konkrét harcunk, amire a kedves hallgató rákérdezett, mi továbbra is ugyanazt az egyetlen egy nagy történelmi feladatot próbáljuk ellátni, hogy legyen hazánkban egy Európa párti, nemzeti és keresztény párt, egy alternatíva a Fideszes egypárti túlhatalommal szemben, és ezzel kapcsolatban azt osszam meg a kedves hallgatókkal azt a számunkra nagyon örömteli hírt, hogy az Európai Keresztény Politikai Mozgalom, angol nevén European Christian Political Movement felvette Gyöngyösi Márton elnök tagjaként, és reményénk szerint a jobbik konzervatívok pártot is decemberi kongresszusán, ez a kis, egyébként lakitelken alapított, és Európa és keresztény pártnak a tagja lesz a jobbik konzervatívok, ezzel is jelezve, hogy mi úgymond révbe értünk ebben a néppártosodási folyamatban. De ha már itt tartunk, ugye nagyon sokáig úgy ismertük a jobbikot, mint jobbik, és ugye nem régen lett Jobbik konzervatívok a párt neve. Mit takarít a konzervatívok? Miért tartották fontosnak ez beemelni a névbe? Azért, mert azt gondoltuk, hogy azzal is, a névvel is, és a Jobbik konzervatívok névvel is jelezzük az előbb emlegített folyamatnak a végeredményét, hogy mi képviselünk egy olyan Európai Unió Uniópárti és NATO párti, amely jelenlegi külpolitikai helyzetben arra még valószínűleg, a műsorban sort kerítünk, egy olyan erőt, amely megkülönbözteti a jobb oldalon a jobbik konzervatívokat a Fidesz szerintünk álkeresztény és áldomokrata politikájától. és A konzervatív jelző pedig azért volt egyfajta jelzés a szavazók felé, hogy mi most várunk mindenkit a sátorba aki úgy gondolja, és erre egyre több Hála Istennek csatlakozónk is van, itt utalhatok arra, hogy nemrég aláírtuk ugye a kisgazdapárttal a szövetségünket és a közös munkánk megkezdését, akik azt gondolják, hogy a jobb oldalon nem elég az, hogy a Fidesz minden más pártot az idők során ugye bedarált, ha, ha utalhatok itt a kdmp re amely ugyan formálisan még közös listán indul a, a ugyan, de valós társadalmi támogatottsága nem létezik, és nincs a kutatásokban mérhető adat arról, hogy a KDMP mint önálló párt és entitás létezik, és ráadásul a korábbi kdmp sek egy jelentős része már szintén megtalálta az utat a jobbik konzervatívokhoz. Tehát azt gondolom, hogy nekünk fontos jelzés volt, hogy a jobbik mellé oda rakjuk azt, hogy konzervatívok, mert ez a fajta megkülönböztető jelző az, ami megmutatja azt, hogy van alternatíva, van alternatíva, amely nem kritikátlanul veszi át, mint a balliberális pártok, a mondjuk a, a Nyugat-Európában néha teljesen tényleg eszement vókizmustól kezdve, ha utalhatok egy csomó olyan kérdésben, amiben mi keresztény pártként természetesen egészen mást gondolunk a világról, mint akár bizonyos mainstream szereplők Nyugat-Európában. De azt gondoljuk, hogy Szent István királyunk óta az a stratégiai döntés, hogy mi a nyugati kereszténységhez, és így kapcsolódik ez a keresztény szociális mi voltunkhoz, hazánk orientációját oda kapcsoltuk, mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi Fideszes kormány minden szemlélő és a többi európai uniós tagállam és NATO partnerünk szemében orosz párti politikája, az megfordítja ezt a stratégia irányt, és ez hazánk számára veszélyes, ezért mi képviseljük az alternatívát. Azt említette itt az első választában, hogy euróatlanti elköteleződésről van szó itt a jobbik konzervatívoknak a, az értelmezésében. Egyébként ez mit jelent? Azért kérdezem így, mert az atlantistákat, vagy az euróatlanti beállítottságúakat sok esetben globalistáknak szokták nevezni, és akkor hagyd kérdezzem meg ezt így, hogy önök akkor szuverenista vagy globalista állásponton vannak, például azokban a kérdésekben, amelyekben most látjuk, hogy a magyar kormánynak is vitái vannak. Jobbik konzervatívuk a magyar nemzet érdek oldalán Ez nem annak a kérdése, hogy valaki bekategorizálja magát szuverenistának, hiszen látjuk, hogy a magyar nemzeti érdeket, ha valaki ráfogja magára, mint a jelenlegi Fideszes kormány szuverenista. De a magyar nemzeti érdeket nem tudja érvényesíteni. Mondjuk az Európai Unión belül. Akkor az, a mi véleményünk szerint, negatív hatással van a magyar nemzeti érdekre. Mondok egy konkrét példát. A jobbik konzervatívok már korábban Bér uniós, európai polgári kezdeményezéssel a magyar polgárok bélfelzálkoztatási projektjéhez jó szövetségeseket keresne. Mondok más országokat, nem csak a visegrádi országokat, pedig hát ott is manapság már ugye már a, 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 a lengyelek is elfordultak a jelenlegi Fideszes kormánytól, erről én személyesen is megbizonyosodtam nemrég, amikor Pozsonyban tartottak a visegrádi országok külügyi bizottságai együttesülést. Tehát, hogy nem, nem csak, hogy ott nem tudjuk már az érdekeinket képviselni, hanem mondjuk olyan országokkal miért nem kötünk jó szövetséget, mint mondjuk Portugália, hogy egy olyan országot hozzak be, ami a magyar közgondolkodásban talán nincs annyira előtérben, mint a Visegrádi országok vagy akár Ausztria. Portugáliának ugyanis fejlettségi szintjét tekintve nagyon hasonló problémái vannak, mint hazánknak a közepes fejlettség csapdájáról beszélek. Az elmúlt 30 év kormányai, ebből 17 évig Orbán Viktor és a Fidesz kormányzott, 12 évig a balliberális pártok kormányoztak, mindig ugyanaz a gazdaságpolitikai filozófia érvényesült: tartsuk alacsonyan a magyar polgárok bérét, és és vonzunk be általában külföldi nagyvállalatokat, a 90-es években a balliberális kormányok nyugati nagyvállalatokat hívtak be, most a fideszes kormány meg ázsiai nagyvállalatokat hív be kínaiakat. Tehát ez ellen lépünk fel, és azt gondoljuk, hogy a magyar nemzeti érdek nem egy mesterséges, én vagyok a szuverenista plecsnin múlik, ahogy azt a Fidesz kommunikálja, hanem azon múlik, hogy jó szövetségeset tudok-e keresni, és így értelmezzük mi az euróatlanti elkötelezettséget a kérdésére visszatérve, hogy a NATO szövetségeseinket például nem a magyar nemzeti érdektől teljesen ellentétes procedúrával késleltetjük Finország és Svédország NATO csatlakozását. Én tisztettel kérdezném a kedves hallgatókat is, milyen magyar nemzeti érdek fűződik ahhoz, hogy két szuverén baráti ország szövetségesünk, Finnország és Svédország, amelyek kiemelkedő katonai erővel rendelkeznek. Hosszú évtizedekig semlegesek voltak. Majd a putyini Oroszország agressziója Ukránával szemben után úgy döntenek, hogy szeretnének csatlakozni a nato -hoz. Mi abban a magyar nemzet érdek, hogy mi ezt akadályozzuk? És az egész NATO szövetségi rendszerben orosz pártinak tűnik a jelenlegi Fideszes kormány. Én nem látok ebben magyar nemzeti érdeket, de azt látom, hogy ez nagyon káros hazánkra. Abban mi a magyar nemzeti érdek, hogyha végrehajtva mondjuk a Amerikának vagy Nyugat-Európának a szándékait, például azonnali leválást kezdeményeztek ugye az orosz nyers anyagokról, amelyekben kaptunk némi engedmény, de az is azért egy harcnak az ára volt, és sokszor pelengére is állították a magyar kormánynak a minisztereit, azért, hogy ez nem történt meg ennél sokkal erőteljesebben. Tehát sokakban ez a kérdés is felmerülhet a másik oldalról. Erre mi a válasz? Azt gondolom, hogy az energiakérdés az egy nagyon bonyolult kérdés. Ebben éppen tegnap tartottunk Holoda Attila, kedves energetikai szakértő barátommal egy közös fórumot. Én azt a kérdést, hogy az elmúlt mondjuk 13 évben, ahol EU források bőségesen álltak egy ideig rendelkezésre, amíg a jelenlegi Fideszes kormány úgy nem politizált, hogy az egy idő után oda vezetett sajnos, hogy a magyar polgároknak járó Európai Uniós forrásokat most azért nem kapjuk meg, mert ők lebontották a kiegyensúlyozott polgári demokráciát részben. Én azt gondolom, hogy ebben a 13 évben, ha sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk volna, például a geotermikus energiára, itt van a Kárpát-medencében a talaj alatt egy nemzeti természeti kincs. Nem fektettünk bele mondjuk komolyabb energiát a szélenergiába, éppen ellenkezőleg. A Fidesz 2011-ben kvázi betiltotta az új szélenerőmek létesítését. Én azt gondolom, hogy az, hogy egyoldalúan függünk az orosz gáztól, azt egyik pillanatra a másikra, nyilvánvalóan nem lehet végrehajtani a kérdésére visszatérve. De azt gondolom, hogy az egy nemzetelenes politika volt, amikor ezt a korábban meglévő fizikális függést is, amikor ugye a, a vezetékek, gyakorlatilag a barátság, ugye a vezeték és a gázvezetékek kizárólag a volt Szovjetunió Oroszország felől érkeztek hazánkba. Ez már a 2000-es évek elején megváltozott. Mostanára gyakorlatilag minden irányból tudnánk gázt vásárolni, hála Istennek. Technikailag léteznek csővezetékek, ugye? És nem mondjuk más úton, módon kellene gázt szállítani. Én azt gondolom, hogy egy olyan állammal szemben nagyon rossz szerződéseket kötött a jelenlegi Fideszes kormány hosszú távú szerződéseket, amelyek miatt jelenleg például mondjuk a világpiaci ár felett kapjuk az orosz gázt. És ráadásul kiderült, amit egyébként ebben Németország és a többi állam is hosszú ideig azt hitte, hogy az orosz politikai vezetés nem fogja a gázszállítást politikai fegyverként használni. Tehát itt a, az, az, azt mondom, hogy ez nyilvánvalóan a putyini agresszió e, Ukrajnával szemben meglepetésképpen érte e, nagyon sok embert, mert gyakorlatilag a 45 utáni világrend első nagy hullámú megváltozása ugye 89-90-ben volt, amikor a szovjet-orosz megszállt csapatok elhagyták hazánkat is, ezt így szoktam értelmezni, és, és gyakorlatilag az egész nemzetközi jog és minden egyéb ö, eddigi konvenciót felrugva rohanta le a Putyin Oroszország Ukrajnát. Ugye taradtak a Budapesti Egyezményre, ugye Ukrajna azért vállalta a területén lévő nukrális fegyverek lefegyverzését, mert a területi integritását minden állam szavatolta, így Oroszország is. Tehát azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy a magyar nemzeti érdeket egyik mellett másikra fel kell adnunk, akár nyugati diktátumokkal szemben. Mi nem ezt képviseljük. Mi azt képviseljük viszont, hogy mondjuk az energiaellátás ügyében Bűnös mulasztás volt például a geotermikus energiára, a szélenergiára és olyan más energiaforrásokra nem modernizálni és az egyoldalú orosz függést oldani. Mi ezt állítjuk. Azt mondta, hogy a magyar emberek béremelése, vagy bérfejlesztő a bérének az emelkedése az egyik nagyon fontos cél, mint minden magyar embernek az érdeke. Milyen olyan ügyek vannak még, ami mögé oda tudálni a jobbik konzervatívok, és hatékonyan tud oda állni? És azért, ezt azért kérdezem így, mert ugye amikor a jobbik szóba jön, hát nem tudom, hogy ezt valaha le tudják-e magukról vetközni, de azonnal ez szükbe jut az embereknek a mi hazánk mozgalom, a, mi a és akiket itt az előbb felsoroltam, hogy egy kérdés is ezt mutatta, tehát nagyon nehéz megszabadulni ezektől az árnyak és itt van a mi hazánk, aki az elmúlt időszakban, hát mondhatni azt, hogy viszonylag azért ügyesen oda tudott állni olyan rés témákra, amelyekre mások nem figyeltek oda, és még akár sikereket is tudtak elérni, és akkor most itt nem is hoznék nagyon példákat. Ha nem is ők maguk értek el sikereket, a Fidesz kormány azonnal reagált arra, hogy ők felvetettek egy témát, és megpróbált megoldást keresni az, azokra a problémákra. A jobbik konzervatívok az elmúlt időszakban tud ilyet felmutatni? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi, jelenleg is zajló ázsiai migráns munkások betelepítése ellen való fellépésünk egy olyan ügy, amiben szerintem már most sikert értünk el részben azzal, hogy ugye a Fideszes kormány jóvá hagyott egy olyan törvényt, amely megkönnyítette volna az ázsiai vendégmunkások, migráns munkások betelepítését, ez november 1 lépett volna életbe, és ezt visszavonta a Fideszes kormány, ez egészen biztosan egy konkrét olyan sikere a jobbik konzervatívoknak, hiszen mi jártuk az országot, én magam is személyesen standok mellett álltam Székesfehérvártól Kecskemétig, gyűrűig bezárólag, nagyon komoly problémákat tapasztalunk, szerkesztőasszony. 59 évesen kirúgják cégek a magyar polgárokat, a magyar munkavállalókat, mielőtt úgymond védett korba kerülnek a nyugdíjba menetel miatt, és helyükre ázsiai migráns munkásokat vesznek fel. Ez zajlik jelenleg. Elveszik a magyarok munkáját pedig emlékszünk mindahányan a nagy kék óriás plakátokra, amelyeket közös adóforintjainkból a fideszes propaganda ugye megjelenített hazánkban, hogy ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ugye jól emlékszik minden kedves hallgató, és most ezt teszi a Fidesz. Tehát azt gondolom, hogy ez például egy olyan ügy, amiben mi egyedüli pártként vagyunk hitelesek, hiszen a balliberális liberális pártok ebben az ügyben nem hitelesek, hiszen mondjuk Gyurcsány Ferenc, jól emlékszünk rá, a déli határkerítésnél, amely a jobbik ötlete volt, sőt, mi a mai napig minden egyes alkalommal javasoljuk, hogy határőrséget kell felállítani, önálló határőrséget, amely jól felszerelt, jól kiképzett, és a határőrizetre szakosodott, nem pedig rendőröket, és egyéb ilyen, ilyen kényszer megoldásokat alkalmazni, ami jelenleg zajlik. Tehát ebben mi mindig konzekvensek voltunk. Mi a letelepedési kötvényes migrációt is meg akartuk akadályozni. Ugye mindenki emlékszik Gruevszkire, faraonra és a többire, akiket letelepedési köt, kötvényel gazdag migránsként beengedett a Fidesz. Mi se gazdag, se szegény migráns nem akarunk hazánkba. Félmillió ázsiai migráns munkás meg fogja bontani hazánk kulturális és egységét. Na ez beszélyes. Az pedig, hogy a mi hazánk ugye mit ér el, azt én nem úgy értelmezem, hogy a szerkesztő asszony, mert én szerintem a Fidesz és a mi hazánk egy tömb az egy szatellitpárt, akit a Fidesz néha előre küld szondáztatni témákat, tehát én azt nem úgy értelmezem, hogy elért valamit, hanem úgy értelmezem, hogy a Fidesz mi hazán konglomerátum csinál egy politikát, egy szélső jobboldali politikát, ami véleményünk szerint, amelyel szemben mi egy kiegyensúlyozott polgári demokrácia, szociális piacgazdaság és az Európai Unió alapító atyai, Konrad Adenauer, de Gasperi és Schuman, ők keresztén demokrata politikusok voltak. Tehát mi nem ez a szélsőségesen liberális Európa mellett állunk ki, amikor azt mondjuk, hogy euróatlanti elkötelezettségek vagyunk, hanem egy valódi keresztén demokrácia, egy szociális piacgazdaság mellett, ahol az emberek bérfezerkoztatására van pénz, és ahol például a magyar munkavállalók jogait nem úgy, mint az elmúlt 13 évben a Fidesz kormány alatt, nem nyírmálják meg. Szerkeszt azt mondja, hogy ez rendben van ön szerint, hogy cégek betilthatják szakszervezet alapítását az úr 2023. évében egy Európai Uniós tagállamban, és a Fidesz kormány, amely két perc alatt ki tudja rúgni Elsimon Lászlót a Nemzeti Múzeum éléről, nem tesz semmit a magyar munkavállalók érdekében is. Oké, okay, furcsa kicsit, hogy konzervatív politikusként nekem kell a magyar munkavállalók érdekei mellett kiállnom, de egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában ez biztosítja a jólétet és a szabadságot és a társadalom kötőszövetének az erősödését, ami véleményünk szerint. Mi szélsőségesek ellen vagyunk, se szélsőségesen liberális álláspontot nem tudunk támogatni, Európai Egyesült Államok, DK, de a Fidesz szélsőségesen nyugat és európai unállás retorikáját sem tudjuk támogatni. Ugye az előbb elhangzott az, hogy a keresztény fidesz KDMP kormánykoalíció van hatalmon, elhangzott az, hogy a mi hazánk szélső jobb elhangzott az, hogy Gyurcsány Ferenc által félmjelzett párt, ő egy olyan baliberális erő, amely a migrációt támogatja. Ha most ezt, csak ezt a párat összeteszem, akkor azt kell mondjam, hogy igazából az a fajta keresztény konzervatív álláspont, amit a jobbik konzervatívok képviselet, elég sok magyar ember számára lehet szimpatikus. Mégis azt látjuk, hogy a közvélemény kutatások szerint a jobbik konzervatívok még azért nem lehet talán annyira elégedett azzal a az eredménnyel, amit eddig elért. Mit gondol, mi a sikere a DK-nak az ellenzéki oldalon, és mi a sikere a mi hazánknak, hogy egészen magas eredményeket érnek el az ellenzéki tömbön belül? Ugye a kezdjük a DK-val. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc a balliberális oldalon egy hosszú és kitartó munkával ugye most darálja be az összes többi balliberális pártot. Ezt lehet látni, csábítja el a politikusaikat, ugye ők, és ez nagyon veszélyes számunkra az össz hazai politika számára a mi véleményünk szerint, hiszen, hiszen az ő személye nyilvánvalóan akadálya bármifajta kormányváltásnak, ez teljesen egyértelmű. Bocsánat, mit tud ígérni a DK ezeknek a politikusoknak, akiket sikerült átcsábítani, hogy a jobbikból is mentek? El. Hát érdemben a Jobbikból nem távoztak a DK-ba, hiszen mondjuk a ö, korábbi roma származású képviselőnk soha nem volt Jobbik tag például, tehát akit így szoktak emlegetni, ö, és mi most így utólag már látjuk, hogy őt valószínűleg már eredendően is ide szánták. Ö, a korábbi pártvezető, aki aztán szintén a DK felé távozott. Ö, tehát én azt gondolnám, hogy itt ö, itt egy olyan kérdésről van szó, hogy van egy ö, kutatásokban azért annyira nagyra megint nem nőtt DK. Én azért általában az elmúlt 30 évben én életkoromnál fogva emlékszem az összes választásra, és mindig a medián volt a legjobb, bocsánat, a, a különböző hát valós eredmények megjóslásában. Tehát én általában a tendenciáit a mediánnak, és ha lehet a teljes népességben ezeket szoktam, amelyek ugye statisztikailag és módszertan szerint bármilyen relevanciával azért ott ott a DK se nőtt az égig, ilyen 12 kal Tehát az nem egy akkora támogatottság ami szempontból szerintem, de mivel az összes többi uh, balliberális párt uh, ugye még alacsonyabb értékeken van, ugye most legutóbb is lehet látni, hogy már a momentum is csak egy momentum volt, úgy tűnik, és, és különösen amióta ugye megszületett a gyurcsány donát paktum a különböző uh, nagyobb városokban az önkormányzatokra vonatkozóan, ezért is véleményem szerint hiteltelen Donát Anna ilyen áltámadása a Gyurcsány ferenc szemben ugye a publicisztikájában. Tehát én azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan egy csomó olyan balliberális politikus, ahol nincsenek ideológiai különbségek szerkesztő hogy Mert nincs egy érdemben ideológiai különbség egy dk és egy Momentumos között, azok így gyakorlatilag személyes előrejutási szempontból mélegelik, és így lépnek át aztán a DK-ba. Ö, azt gondolom, hogy itt a jobbik konzervatívokra visszatérve, ugye a legutóbbi mediánnál 6%-on álltunk, a 21 intézetnél 8%-on álltunk, ez nem, 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 elég, nem vagyunk vele elégedettek, ahogy szerkesztőasszony is mondta, de azt gondolom, hogy mi egy út közepén vagyunk nagyjából. Ugye én azt gondolom, hogy az a fajta vízió, amit az előbb vázoltam, hogy legyen egy, egy Európa párt, de keresztény és nemzeti alternatívája a Fideszes Egypárti túlhatalomnak, én azt gondolom, Gondolom, hogy ez 26-ig ki fogja forni magát, ami politikai stratégiánk pedig azt célozza meg, hogy ha lehet, akkor egy, egy stabil középpárt egy két számjegyű eredménnyel, amely, amely megkerülhetetlen politikai erővé válik, és így tud hozzájárulni egy esetleges kormányváltáshoz, de úgy, hiszen mi levontuk a történelmi tapasztalatát a tavalyi választásnak. Mi ezt a házi feladatot nagyon keményen, önkritikusan végjátszottuk és végelemeztük a párt összes szintjén. Tehát szakértői szinteken, választmányokon, kereszt, hónapokon keresztül vitatkoztunk a választmányon, a párt minden létező grémiumán végigfuttattuk ezeket a kérdéseket, és így, határoztuk el ezt a közös politikai stratégiát, amelynek a végeredménye volt aztán a, a kongresszuson az alapszabálymódosításunk és a névváltoztatásunk is, hogy levontuk a konzekvenciákat, az önkormányzati szinten ugye a Jászmerényi modellben hiszünk, tehát nem pártlogokkal és nem pártközpontokból megszabott, hanem helyi, lokálpatrióta jelölteket fog a jobbik támogatni a helyi önkormányzatokból, hogy a Jászmerényben a jobbikos polgármester nyert kétharmaddal az előrehozott választásban, de úgy, hogy egy közös civil szervezet mögé állt be, és az, hogy most melyik képviselőjelölt, melyik párthoz tartozott, az nem volt releváns, mert nem központi dílek, mint a Gyurcsány Donát Paktum döntött róla, hanem a helyi közösségek, a helyi polgárok, az a legfontosabb az önkormányzatok szintjén, a, parlamenti, országos politika szintjén pedig nyilvánvalóan mi egészen biztosan nem fogunk ilyen típusú szövetségbe a liberális pártokat, pártokkal beleállni, hiszen mi levontuk, ahogy mondtam, a múlt évi választások konzekvenciáit. Az Európai Uniós választásokon? Ott hogyan tervezik az indulást? Természetesen, természetesen önállóan. Természetesen. Ezt már nagyon korán gyöngyösi pártelnök úrunk jelezte, hogy a jobbik konzervatívok természetesen külön listán fog indulni. Hiszen, ahogy mondtam, nekünk a most a kisgazdákkal megkötött szövetségen kívül nincs olyan a balliberális pártok belső cicaharcával, harcával és, és esetleges közös listájához nekünk nincs közünk. Na most akkor Jaka Péterre még azért szálljunk egy pár percet, ugye a Néppártján névvel indított ő egy új pártot, és hát meglepő, hogy ha már a Mediánt említette, akkor én itt a Mediánnak a közvelemény kutatását vettem elő, ami 2023. október 4 i állapotokat mutatja, és ezek, ezek szerint a Néppártján 3 ot ért el a teljes lakosság körében, miközben a Jobbik 4 ot Akkor ezt úgy kell értenünk, hogy igazából a Jaka a kiválása az fel Ért egy újabb olyan mérvű szakadással, szinte, mint amit látunk Vona Gábornak a párt elhagyása kapcsán? Szerintem nem, hiszen ahogy mondtam, itt arról van szó, hogy a célközösségünk teljesen más, hiszen mi egy, egy polgári, konzervatív, keresztény politikát kívánunk képviselni, egy euróatlanti elkötelezettségűt, Míg ugye a korábbi pártelnökünk már az utolsó korszakában is egy ilyen, bocsánat, egy ilyen nagyon szélső baloldali, hát erősen, hogy is mondjam, baloldali populista lózunkokat hangoztat, és jelenleg is ugye érdemi politikai üzenet nélkül dolgozik, Kvázi a teljes politikai osztály elleni hergeléssel szerzi meg ezeket a, a, a százalékokat. Ezekhez a választókhoz, a jobbik konzervatívoknak, hogy mondjam, nincs mondani valónk, mert mi mi egy kiegyensúlyozott polgári és olyan Magyarországban hiszünk, ahol, ahol egy pártnak van programja, van ideológiája, van elkötelezettség, amiket vázoltam, és nem pedig egy ilyen, egy ilyen céltalan az egész politikai kaszt ellen történő úszítással szerez ö, szavazókat, és általában talmi népszerűséget, és ezek gyorsan elszoktak párologni, ezek a lájkok, úgy emlékszem. Megyek is tovább mindjárt a hallgatói kérdésekkel, de azért még egy kérdést itt hadd tegyek fel az euró-atlanti elköteleződéshez kapcsolódóan. Ön úgy látja egyébként, hogy a magyar társadalomban van fogadó készség erre az irányra, tehát, hogy Európa párti, atlantista hozzáállásra, úgy, hogy mindeközben valaki konzervatív, adott esetben akár keresztény ö, eszméket vall? Hát nagyon sok magyar polgár, ugye különböző felmérések vannak, de az Európai Unió támogatottság az ilyen kétharmad fölötti általában a felmérésekben a magyar lakosságban, és ezek között egészen bizonyosan nagyon sok konzervatív keresztény gondolkodású ember van. És ahogy említettem, ez Szent István óta egy stratégiai döntése hazánknak. sokat változott a nyugat, változott az Európai Unió, változott igazából az atlanti közösség is ezzel egyetértek, és a nagy kérdés a mi szemünkben az, hogy ugye az Európai Unió alapító, akit már idéztem, valóban egy, ugye egy olyan Európai Uniót alapítottak meg a második világhárom borzalmai után, amely hasonló felettségű nyugat-európai országokat kezdett el, először is ugye a nagy német-francia kibéküléssel, ugye egyfajta ilyen jó szövetségi viszonyba átfordítani. Ugye ez egy történelmi dolog volt annak idején. Azzal, hogy 89-90-ben ugye a 45 utáni világrend egy ilyen első hullámú megváltozásával a közép európai országok így hazánk is kikerült végre a szovjet-orosz megszállási övezetből. Záróles megjegyzés, Putyin pont ezt akarja visszamenőleg ugye felülbírálni, és ugye kimondta még a támadása előtt, hogy szerinte a NATO-nak vissza kéne vonulnia a 97-es határokhoz, mivel hazánk 99-ben lett ez az azt jelenteni, hogy hazánk is kerüljön orosz érdekszférába. Na, ez a veszélyes a nemzeti érdek szempontjából, és ezért gondolom azt, hogy a jelenlegi Fideszes kormány minden külső szereplő szemében is orosz párti politikája ellene mond a magyar nemzeti érdeknek, bezárva. Tehát azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy az Európai Uniót, mind az intézményrendszerét, mind pedig a a, 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 az egész most már 27-26 tagállamnak az együttműködését, azt újra kell gondolni. Az a fajta szélsőségesen liberális politika, ami bizonyos politikusok megnyilatkozásában átjön, az nyilvánvalóan azt mind nem tudjuk támogatni, hogy említettem, nemzet és keresztény pártként. De mi a következtetésünk? Mert az, ami véleményünk szerint nem lendíti előre a mi nemzeti ügyünket, hogyha azt látszuk, hogy egy klub tagjaiként nem fogadjuk el a klub szabályait, és az azt arra köpünk. Egy polgár és konzervatív politika jó szövetségeseket keres, a hasonló fejlettségországokat, ahogy már említettem, a visegrádi országokat, Portugáliát, a Olaszországot, ugye Meloni miniszterelnök asszonyra, ha utalhatok, akik közösen gondolkodunk hasonló kérdésekre, akár migrációról, ha beszélhetünk, akár a társadalomról, a család szerepéről, és itt tovább, ahol teljesen nyilván a jobbik konzervatívok egy konzervatív keresztény álláspontot képvisel. De a kérdés nem az, hogy most itt egy ilyen egy ilyen, hogy mondjam, teljesen kurucos szembenállással mi azt mondjuk, hogy mindenért Brüsszel a felelős, mert ez nem így van. Mert, mert nem Brüsszel felel azért, amit a magyar miniszterelnök ott megszavaz például. Hanem a magyar miniszterelnök felelős azért, hogy nem talált szövetségeseket ahhoz, hogy meg tudja változtatni a közös álláspontját. Tehát ez a, 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 a politikai felfogásbeli különbség, a Fidesz és a jobbik konzervatívok között, hogy mi azt gondoljuk, hogy jó szövetségesekkel kell megváltoztatni úgy az Európai Uniót, hogy egy új kiegyezés kell, ami véleményünk szerint Nyugat-Európa és közép kelet európa között, mert az nem lehet, hogy mindig még mindig egy harmadát keresi egy magyar munkavállaló a német bérekhez képest, 33 évvel a rendszerváltoztatás után, nem erről volt szó, én emlékszem rá, drágában sangos, életke, és drágában veszünk rosszabb minőségű élelmiszert, ugyanabban a csalomagolásban, így igaz? Tehát gyakorlatilag kell egy új kiegyezés, de ezt hogy tudjuk elérni jobban? Ebben van nagy vitánk a fidesz -szel. És a mi véleményünk szerint nem úgy, ahogy most csinálják, mert látványosak a kudarcok, szerkesztő asszony. Az, hogy a magyar polgároknak járó EU pénzt nem kapja meg hazánk, az egy tragédia. Én egyetemi vezetőként, volt egyetemi vezetőként, oktató utatóként, most mondom a kedves hallgatóknak, évtizedeket fog a magyar egyetemi világ veszíteni azzal, hogy a Horizon Európai Uniós forrásokat most nem kapjuk meg. Az, hogy ez a magyar egyetemisták Erasmus ösztöndíja a veszélyben van, azt ugye mindenki tudja. De gyakorlatilag már most öldöklő verseny van a felsőoktatási pénzekért világszerte, egy globális, épp most a parlamentben erről vitatkoztunk egyébként délelőtt egy felsőoktatási törvény kapcsán. Tehát miközben nap mint nap, minden egyes nap vesztenek a magyar oktatókutatók, vesztenek Európai Uniós forrásokat és lehetőségeket, mert ugye konzorciumban kapják az egyetemek ezeket a pénzeket, tehát több egyetem, több Európai Uniós tagállam egyetem közösen kapja ezeket a pénzeket. Hát melyik Nyugat-Európa Egyetem fog most egy ilyen Fideszes kuratórium által igazgatott Magyar Egyetemmel szerződést kötni, amikor nem biztos benne, hogy megkapja a pénzét? Tehát már most, minden egyes nappal, amikor ezek az EU pénzek, még egyszer mondom, a jobbik konzervatívok mindig azt mondták, hogy ez magyar polgároknak jár, és meg kellene kapjuk az egyetemistáknak is, meg az oktatóknak is. De ez a jelenlegi Fideszes kormány felelőssége, hogy ez így volt, mert kezdettől fogva mondtuk, hogy ez például az egyetemi autonómia megsértése. Én az Európa Tanács jelentéstevője vagyok az akadémiai szabadság és egyetemi autonómia témakörében. Szerkesztő azt hogy mindig elmondtuk, baj lesz ebből. És ezért mondom azt, hogy itt lehet azt mutatni, hogy csúnya Brüsszel, csak az nem a magyar nemzeti érdek, ha a magyar polgárt nem kapják meg a nekik járó EU pénzeket. És azt gondolom, hogy ebben a fideszes kormány rossz politikát folytat. No, akkor a végére még egy érzékeny kérdés, hát kerüljön ide be. Izrael, illetve a jelenlegi közelkeleti háború konfliktussal kapcsolatban mi a jobbik konzervatívoknak az álláspontja? És kérdezem ezt úgy, hogy látom, hogy közben több fideszes médián szedegetik elő azokat a megnyilvánulásait Gyöngyösi Mártonnak, amely Izrael ellenes kijelentések voltak, illetve Palesztina melletti kampányt folytatott a vóna jobbikban politizáló Gyöngyösi Márton, emlékszem, hogy még tüntetés is volt egyébként azzal kapcsolatban, hogy egyszer nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva listáztatta volna a zsidó képviselőket. Tehát most hogy áll ehhez? Akár Gyöngyösi Márton, majd ha eljön, akkor tőle is megkérdezzük nagyon szívesen, de mivel ön van itt, akkor azt kérdezem, hogy a párt, a jobbi konzervatívok hogyan foglal állást el kapcsolatban jelenleg? Ugye hát a jelenlegi álláspontunk nagyon egyértelmű, hiszen mi megszavaztuk azt a politikai nyilatkozatot, amelyet nemrég tárgyalt mind a Külügyi Bizottság, mind a Magyar Országgyűlés. Én a Külügyi Bizottságban is és a Magyar Országgyűlésben is egyértelművé tettem a jobbik konzervatívok álláspontját szerencsésebbnek tartottuk volna ennek a politikai nyilatkozatnak a, az összes frakció által egyeztetett szövegű közös benyújtását, ezt le szeretném szögezni, mert azért a, az elegánsabb lett volna, és egy nemzeti konszenzus tudott volna tükrözni. Mi meghallgattuk ugye a Külügyi Bizottságban Izrael Állam Budapesti nagykövetét, aki beszámolt arról a, azokról a borzalmakról, amelyet a Hamas terror szervezet támadása okozott. Ugye a mai időkben minden kedves hallgató látta azokat az elborzasztó és középkoriasan barbár tetteket, amelyet a Hamas elkövetett izrael szemben az ottani emberekkel, civilekkel, asszonyokkal, gyermekekkel szemben. Ezt el kell ítélni minden jó érzésű embernek, ez egy brutális történet. Elismerjük természetesen Izrael államjogát, mint szuverén államjogát ahhoz, hogy megvédje magát. És harmadszor ebben a politikai nyilatkozatban ez a harmadik tételmondat, Elfogadjuk azt, és mi is így gondoljuk, hogy az illegális migráció az bizony összefüggésben van a nyugat-európai terrorral. És mivel ezt a három alaptételét mi ugyan esetenként másképp fogalmaztunk volna, és még egyszer mondom, szerencsésebb lett volna a mi véleményünk szerint itt egy közös, és a ülés egészét, a kormánypártot és az ellenzéket közösen, hát egy nyilatkozat mögé felsorakoztató javaslatot benyújtani, de mi ennek ellenére megszavaztuk természetesen a Magyarországgyűlés többségével együtt ezt a politikai nyilatkozatot. Én azt gondolom, hogy ebben konszenzus van hazánkban. Én azt pedig, hogy most én is tudnék Orbán Viktortól, én emlékszem rá életkoromnál fogva kellemeseket idézni még abból az időszakból, amikor ő egy szélsőségesen liberális politikus volt, aki Oxfordban volt soros ösztöndíjjal. Én erre emlékszem szerkesztő azt, hogy már életkoromnál fogva, ugye én azért nem szavaztam soha a Fideszre, őszintén bevallom önnek, mert én mindig is polgári konzervatív gondolkodásuként soha nem ittem el nekik, hogy ők átváltottak konzervatív oldalra. No, mindegy, ez csak egy mellékes meg Edzés. Tehát én nem akarvám bagatelizálni a korábbi kijelentéseket, de azt gondolom, hogy ez annak a folyamatnak a része, amit én az előbb elég részletesen elmondtam a néppártosodási folyamatnak, ez egy politikai irányvonalnak a, a konzekvens végigvitele volt, és ebben a pártban nincs már olyan ember, hiszen azok távoztak, hogy már megbeszéltük, a, a mi hazánkba vagy máshova, Gyöngyös aki, Márton, itt van ő és Gyöngyös Márton ő vezeti a pártot, tehát még egyszer mondom, nincs olyan ember a pártban, aki ezt a változást ne őszinte hittel vanná, és a jelenlegi jobbik konzervatívok álláspontját ne képviselni ö, teljes meggyőződéssel. Milyen terveik vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a 6, illetve 8 százalékot fejebb tornázták? Ö, ugye mi azt látjuk, hogy... Ö, itt egyrészt két országjárást is indítottunk. Ugye néhány nappal ezelőtt, ahogy említettem, a kisgazdákkal kötöttünk egy, egy, szövetséget, és a vidék Magyarországát szeretnénk egyrészt, ahol nagyon komoly problémák vannak, hiszen az a fajta nagy birtokrendszer, ami az elmúlt 33 évben sajnos kialakult, és itt akkor részben megint utalhatok az Európai Unoros forrásokra, hiszen, hiszen itt nagyon sokszor olyanok birtokolják a jó magyar termőföldet, Akiknek semmilyen célja nincs vele, azon kívül, hogy az Európai Uniós támogatást besöpörjék. Tehát itt nekünk van egy országjárásunk, ahol a vidéknek, a mezőgazdasági termelőknek a gondjait, bajait igyekszünk aztán az ország szélesebb közvény számára megjeleníteni és hitelesen képviselni. Itt kiemelném Bence János képviselőtársamat, aki új képviselőként került be az országgyűlésbe, és méhész vállalkozó, mezőgazdasági vállalkozó, és ő abszolút hitelesen, és járva az országot a kisgazdákkal közösen, én szerintem nagyon sok szavazót meg tud győzni arról, hogy a jelenlegi Fideszes kormány nyilvánvalóan egy csomó olyan helyzetben nem áll ki a magyar mezőgazdaság mellett, amit a, a jobbik konzervatívok el tud végezni hitelesen. Ettől várunk egyfajta támogatottság növekedést, amire utalt szerkesztőasszony, illetve, hogy említettem, ma indítjuk útjára az igazság falát, tehát az országba sok helyre kirakunk egy egy idézetekkel és konkrét tényekkel ellátott falat, amit ma mutattunk be a kampányitónkon, a Szélkámán téren, a sajtótájékoztatónkon, ahol elmondjuk azt, hogy se gazdag migráns, se szegény migráns, se félmillió ázsiai migráns munkás ne jöjjön hazánkba, hanem ellenkezőleg csábítsuk haza, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Azt a 400 ezer, 500 ezer, 600 ezer a számok különbözőek, a statisztikák nyugatra távozott a jobb megélhetés reményében nyugati országokban élő magyar embert, aki nem véletlenül ment el hanem a jobb megélhetés reményében ment el, és szerintünk boldogan hazajönne, hogyha megfelelő béreket kapna a jobbik konzervatívok elképzelése szerint. Másrésztről a népszámás adatai szerint 243 ezer munkanélküli van hazánkban. Tehát van egy tartalék, munkaerő tartalék hazánkban, amelynek a képzésébe kellene nagyon sokat investálni a mi véleményünk szerint, és ezen kívül még van rengeteg inaktív, aki nem kerül bele ebbe a statisztikába, tehát semmi szükség arra a félmillió ázsiai migráns munkásra, képezni kellene a magyar polgárokat, és haza kellene csábítani jobb érekkel a nyugatra távozott honfitársainkat. Még egy mondat egyébként itt az ázsiai vendégmunkásokkal kapcsolatosan csak a munkaerőpiacot félti a jobbik konzervatívok, vagy pedig ők is úgy gondolják, hogy igazából ez egyfajta betelepíté, tervezett betelepítése külföldről jövő embereknek. Igaz, hogy nem olyan, mint amit Nyugat-Európában látunk, kicsit más színezetű, de akkor is az teljesen olyan asszony, én német nemzetiségű és anyanyelvű polgárként, én végignéztem azt, hogy mi történt Németországba. A törökök, gasztávájterek, vendégmunkások voltak, és mindenki azt hitte, dolgoznak néhány évet a német iparban, az autógyárakba, aztán hazamennek Anatóliába. Tessék megnézni, hogy mi lett belőle, tessék megnézni, hogy uh, Hamas terrorszervezetet éltető tüntetések, eszenben kalifátust akarnak kikiáltani a tüntetők, ide jutott Németország, ugyanez vonatkozik a jelenlegi Fideszes kormány nagyon veszélyes tervére. Mi ezért próbálunk közösen a magyar polgárokkal ezzel ellen minden fórumon fellépni, mert azt gondoljuk, hogy nincs különbség, és nem tehetjük hazánkat bevándorló országa. Bocsánat, félmillió ázsiai ember megjelenése egy 9,5 milliós országban az nagyon veszélyes. Kevés az időnk, pedig lett volna itt pár olyan kérdés, amit érdemes lett volna még kibontani, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Brenner Koloman, parlamenti képviselő, a Jobbik Konzervatívok általános frakció vezető helyettese a Külügyi Bizottsággal elnöke. köszönöm, köszönöm a lehetőséget.